A Pécs TV napi hírműsorát látják, köszöntöm nézőinket. Mai adásunkban is foglalkozunk a dél-kelet-ázsiai katasztrófa áldozatainak nyújtott segítséggel, beszámolunk a Máltai Szeretetszolgálat adománygyűjtéséről és a Bóbita Báb Színház jótékonysági előadásáról. Ha velünk tartanak, a hétvége további híreinek összefoglalója mellett a pravoszláv új év köszöntő és a báli szezon hangulatából is ízelítőt kaphatnak. Ennyit előzetesen, most pedig jöjjenek a részletek. Szinte nincs olyan nap, hogy ne hallanánk új híreket a szökőár pusztításáról. Az ismert áldozatok száma még most is növekszik, és több százezren váltak földönfutóvá. A jóérzésű ember ilyenkor nem ülhet ölbetett kézzel, mindenki ott segít, ahol tud. Egy héttel ezelőtt a Vöröskereszt felhívását mutattuk be, most a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyűjtő akciójával foglalkozunk. Mint arról már múlt héten beszámoltunk, a világ minden táján megmozdultak a segélyszervezetek, nem maradtak egyedül a szökőár áldozatai. A Magyar Vöröskereszt is kapcsolódott az akcióhoz, Szűcs Edittől, a szervezet Baranya megyei vezetőjétől megtudtuk, a különböző programok során csak nem 1 millió forint gyűlt már össze a Vöröskereszt számláján. A segítő akcióba a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is bekapcsolódott. Szentgyörgyvári Károly, a szervezet területi vezetője hasonló véleménye van, mint Szűcs Edit. Elsősorban pénzbeli adományt várnak, hiszen ezt könnyebb eljutatni a szökőár sújtotta térségbe. Tapasztalataink azt mutatják, a tárgyadományoknak a mozgatása rengeteg pluszköltséggel jár. Így határozott az ügyvezetőség, hogy pénzadományt gyűjtünk, és minden jó szándékú embertől azt kérjük, hogy a felkínált összeget a mellékelt számla számra átutalja szökőár megjelöléssel. Tekintettel, hogy a Máltai Szeretetszolgálatnak már több mint 10 év óta személyes kapcsolata van más ügyből kifolyólag India déli részével, így az adományokat személyesen tudja majd a szeretetszolgálat célba juttatni. A magyar segítőkészségről tanúskodik, hogy többen jelezték, szívesen vennének részt a helyreállítási munkálatokban. Szentgyörgyvári Károly ezt nem támogatja, ugyanis az újjáépítést véleménye szerint szakképzett csapatokra kell bízni. A pécsi Bóbita Báb Színház is csatlakozott a Griff Báb Színház felhívásához, és szombaton a dél-kelet-ázsiai katasztrófa túlélőiért játszottak. A magyarországi bábszínházak jótékonysági előadásaik bevételét egy segélyszervezeten keresztül eljutatják a bajba jutott gyerekeknek. Tavaly november végén kezdték el játszani a pécsi Bóbita Bábszínházban Gőgös Gunár Gedeon történetét feldolgozó darabot. A Varga Katalin könyvéből bábszínpadra írt játékot nagy sikerrel fogadta a városi közönség. Folyamatos, teltházas előadásokon vehettek részt az érdeklődők. A Dél-Kelet-Ázsiában pusztított szökőár károsultjainak megsegítésére a Griff Bábszínház felhívása nyomán összefogtak a magyarországi bábszínházak, és szerveztek egy jótékonysági előadásnapot, hogy az aznapi bemutató bevételét egy segélyszervezeten keresztül eljuttassák a bajba jutott gyermekeknek. Miután Pécset nagy sikerrel játszotta a Bóbita Bábszínház Gőgös Gunár Gedeon meséjét, a jótékonysági előadás során is a Dőjfös Lúd történetével ismerkedhettek meg picik és nagyok egyaránt. Január 15-én szombaton 16 órakor kezdődött a karitatív bemutató. Tudja, hogy milyen alkalomból van itt a mai délutáni előadás? Hát a szökőár miatt, azzal ajánljuk fel a pénzünket, pontosabban hát akiket az ember azért próbál segíteni. Úgyhogy. Tudja, hogy mire fordítják ezt a pénzösszeget? Nem, konkrétan nem. Tehát az, hogy igazából hova megy, azt nem tudom. Tehát azzal úgy nem. Csak még múlt héten voltunk itt, és akkor beszéltünk arról, hogy ez is egy ilyen alkalom, mert a múlt héten voltunk ugyanígy. Szintén egy előadásról, ami nagyon zseniális volt szintén, úgyhogy ez igazság az, hogy én önző vagyok, mert majdnem csak magam miatt jövök, mert én a bábszínházokban még nagyon jól érzem magam, úgyhogy ez nagyon jó. Milyen célra jöttek a mai napra ide a báb előadásra? Hát természetesen azért, hogy megnézzük az előadást, és egyúttal akkor ezúton adakozunk mi is a károsultak javára. Utóbbi időben elég gyakran szoktunk járni. Kislányom volt, ami előadást többször is látott már, ezt a Gőgös Gunárt, és másodszor vagy harmadszor fogja megnézni. Megkérdezhetem tőled, hogy most mit néztek meg itt a bábszínházban? A Gőgös Gunárt. És ez neked tetszett, amikor láttad? Én úgy tudom, hogy már többször voltál itt. A legjobban az, hogy becsukja a róka ablakot. Elég szép számmal jöttek érdeklődők, nagyon sokan telefonáltak, úgyhogy hál' Istennek volt eredménye a reklámnak, nagyon sokan eljöttek. Hát ilyen nem tudom, végülis 100-an biztos vannak. Ezért is gondoltuk, hogy nagy teremben játsszuk, mert nem akartuk, hogy ne férjenek esetleg el. Úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ilyen sokan eljöttek és adakoztak.
a mostani bemutató felajánlásaiból és más támogatók segítségével egy gyermekotthont szeretnének létrehozni Indonéziában. Professzor dr. Radovan Vukadinovic horvát író könyvét pénteken este a Horvát Színházban mutatták be a pécsi közönségnek. A színház tetőtéri galériája hangulatos környezetet biztosított a rendezvénynek. Horvát egyetemistákból álló csoport is részt vett azon a könyvbemutatón, amelyet a pécsi horvát konzulátus szervezett a Horvát Színházban. A rendezvényen részt vett Iván Bandic, horvát főkonzul is. A bemutatón nem csak a könyvről esett szó, de Vidákovics Antal, a Horvát Színház igazgatója, a pécsi Horvát Színházat is bemutatta a vendégeknek. Vukadinovics professzor a horvát NATO csatlakozás témakörében írt a könyvét szerzőtársaival. Mint mondta, az ország reményei szerint az EU-s csatlakozással egy időben 2006-2007-ben a NATO csatlakozás is bekövetkezik. Több szempontból is érdekes ez a könyv, hiszen bemutatja azt az utat, amelyet Horvátországnak végig kell járnia a csatlakozásig, de a térség a régió összkatonai problémáival is foglalkozik. Horvát és amerikai szakemberek dolgoztak a könyv összeállításán, így a NATO aktuális problémáival is foglalkozik. Kiváló alkalom ez a bemutató továbbá arra is, hogy az Zágrábi Politológia Intézet posztgraduális képzésében résztvevő hallgatók jobban megismerjék a horvát fővároshoz oly közel fekvő Pécset. A könyv egyébként két nyelven, horvátul és angolul is megjelent. A szerző, aki egyébként a Zágrábi Politológiai Intézet igazgatója, elmondta, hogy sok teendője van még Horvátországnak, ha néhány éven belül csatlakozni akar az Észak-Atlanti Szövetséghez, de a folyamatok biztatóak. Dr. Kunst Márta alpolgármester nyitotta meg Csonka Sándor festőművész kiállítását pénteken az Ifjúsági Házban. A megnyitón a ház vonószenekara is közreműködött. 30 évig élt Budapesten, majd visszaköltözött Dombóvára. Ma is ott él és alkot Csonka Sándor festőművész, aki pénteken az IH-ban nyitotta meg kamara kiállítását, sorban a 102-et. A legnagyobb mesterem a Szabó Zoltán, Munkácsi Díjas érdemes művész, aki jelenleg is 50 éves barátságunk van. Az országban minden nagyvárosban volt, Dombóvárnak meg az egész környékén volt. Tehát ez a 102. kiállítás, ez egy nagyon szép. Dombóváron volt a 100. kiállításom, körülbelül 80 képpel. Tehát akkor majdnem 2 méteres képeim is voltak. Itt csak egy olyan szép kis kamara kiállítást tudunk bemutatni, mert ugye nincs hely Pécsen, nem tudom, 60-70, meg 2 méteres képeknek az elhelyezésére. Pécs a tájképeit és csendéleteit hozta, bár mint mondotta, leginkább a természeti formák ragadják el művészi fantáziáját. Az iskolában minden izmust megtanult, tud is festeni a különböző irányzatok szerint, de ritkán fest portrét. Minden izmust nem értenek az emberek meg. Én realista festő vagyok, ha ránéznek erre a képre, ránéznek a másikra, azt tudják, hogy milyen festmény. Tehát nem kell boncolgatni, hogy melyik szögből, milyen pozitúrába nézem a képeket. Tájképfestő vagyok, mint annak idején, nagyon sok a Pallászra, még sorolhatnám a régi 19. századi festőművészeket. Én nagyon szeretem a tájat, a tengert, a Balatont, a virágcsendéleteket, gyümölcscsendéleteket. A pécsi kiállítás dr. Kunst Márta alpolgármester asszony nyitotta meg. A tárlat áprilisig látható a galériában, a kiállítás megnyitóján az Ifjúsági Ház vonószenekara is közreműködött. Most pedig lássuk, mi minden történt még városunkban az elmúlt hétvégén. Rövid hír összefoglalón következik. Pénteken este a Vasutas Művelődési Házban tartotta összejövetelét a Mélius Alapítvány. A találkozóra igen sokan eljöttek, bár ez nem csoda, hiszen a téma mindannyiunkat érint. A meghívott előadók, a közösségek az egyénre, a teljesítményre és a mindennapi életre gyakorolt pozitív hatását elemezték. Rámutattak, hogy a média, és főként a reklámok, tehát a marketing ugyanolyan közösségromboló hatású, mint az önkényuralmi rendszerek. Mindig versenyhelyzetbe hajszol, egy olyan világot épít, ahol az egyén teljesítménye minden felett áll. A közös érdek és a közös munka eredménye így leértékelődött, pedig éppen fordítva kellene történnie. Hosszú idő után ismét összegyűltek a Noé Bárkája Egyesület tagjai a civil közösségek házában.
A szervezet vezetője, Bérces Viktória az idei terveket ismertette a résztvevőkkel. Mint megtudtuk, továbbra is folytatják a magyar középkori kertkultúra népszerűsítését, találkozóikon kevésbé ismert növényeket kutatnak fel. Elmondásuk szerint Nyugat-Európában nagy népszerűségnek örvend az úgynevezett paraszt kertészet, amelyet itthon is meg kell teremteni, hiszen az egészséges táplálkozás mellett ez nagy idegenforgalmi vonzerővel is bír. Az előadások látogatása, túrák szervezése mellett egy bolt megnyitása is a terveik között szerepel, ahol biokultúrával kapcsolatos termékeket fognak árusítani. Fáradhatatlan kezek, kiváló szemek, fanatikus kitartás jellemzi Tarainé Csusner Margit festő és mozaikművészt. Az idős hölgy 100. születésnapját ünnepelte, amelyel egy időben jubileumi kiállítása nyílt meg a Művészetek Házában. Fiatal éveiben a festészethez, képzőművészethez vonzódott elsősorban. Olajfestményeket és pasztelképeket készített. A kiállításon családtagjairól készült festményei és önarcképe is látható. Képzőművészeti tanulmányait Gebauer Ernő festőiskolájában kezdte el, majd felkerült Budapestre Rudnai növendéknek. Miután hazajött Pécsre, műszaki rajzolóként dolgozott, kiállításokon vett részt. A tárlaton látható kőmozaik képeket 70 éves korában kezdte el készíteni. Úgy érzi, ez felel meg igazán természetének. A képek lendületet, dinamizmus sugalnak. Ez nem véletlen, a mozaik készítő művész fiatal korában sokat táncolt, szerette a zenét, ez most képeinek tartalmi mondani valójában is benne van. Munkáit Mohácson, Esztergomban, Pécset mutatta be a közönségnek. A 100 esztendős Tarainé Csusner Margitnak már elkészültek következő képeinek tervei. A munka az alkotás szépsége élteti. A Pécsi Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület évente több állategészségügyi előadást és szakmai megbeszélést szervez tagjai, illetve érdeklődők számára. A szervezet egyik legfontosabb rendezvénye azonban a hagyományos kisállat kiállítás, amire szerte az országból várják a tenyésztőket és az érdeklődőket. Idén, január 14-e és 16-a között immár 14. alkalommal nyitották meg a bemutatót. Ezúttal közel 2000 kiállított kisállatot tekinthetnek meg a résztvevők. Ausztriából, Németországból és Szerbiából is érkeztek látogatók a programra a hazai vendégek és tenyésztők mellett. Nyulak, baromfiak, díszmadarak mellett idén is a galambok voltak a legtöbben a kiállításon. A bemutató ideje alatt 28 bíráló szakember vizsgálja meg az állatokat. A kapott pontszámok alapján érnek el a tenyésztők különböző minősítést. Az idei évi kisállatkiállításon 120 serleget vehetnek át a tenyésztők. Sportolók, támogatók, leendő üzleti partnerek számára szervezte meg az Újhegyi Sport és Kulturális Egyesület immár harmadik alkalommal az Újhegyi Sportbált. Közel 70 meghívott érkezett a január 15-i rendezvény helyszínére, a TV-torony vendéglőbe. Az Egyesület 2002. novemberében alakult, főleg kézilabdával foglalkoznak, ezen kívül van lovas szakosztálya, és reméljük a kézilabdások a jövő évadban az MB2-be is fel tudnak majd kerülni. Jelen pillanatban nagyon jól állnak. A lovas szakosztály révén több olyan országos versenyen vettek részt, amelyen díjazásokat értek el, fogadhajtásban és díjugratásban. Az idei év feladatai előtt a bál könnyed kikapcsolódást nyújtott a sportolóknak és a társszervezetek tagjainak egyaránt. Ötödször rendezték meg a Lauber Dezső sportcsarnokban az esküvő kiállítást. Az érdeklődők itt megtudhatták, hogy mi a legújabb esküvői divat, vagy éppenséggel mennyibe kerül a mennyasszony ruhája. A rendezvényt divatbemutató, ajándéksorsolás és kellemes zene színesítette. Sokan azt állítják, hogy az esküvő megszervezése felér egy idegösszeroppanással. Kezdődik ott, hogy kiket hívjunk meg, hol legyen a lagzi, melyik éttermet válasszuk, és akkor még nem beszéltünk az olyan fontos kérdésről, mint a ruhaválasztás. Nos, ebben próbált némi segítséget nyújtani a hétvégi esküvő kiállítás, amelyet a Lauber Dezső sportcsarnokban rendeztek.
Azt ma már mindenki tudja, hogy az esküvő hatalmas üzlet, gyakorlatilag erre egy külön iparág fejlődött ki. Az alsó határ az egy 60 főnél, egy szerényebb körülmények között, de már bőféjjel, ez egy olyan 500 000 forintba belefér. Felső határ igazán nincsen, hát ez csillagos ég lehet. Keresem az férjemet, mert nagyon jó ez a film. Egyesek véleménye szerint az esküvő legfontosabb része a mennyasszonyi ruha. A többi csak körítés. Mint mindenhol, persze itt is léteznek a trendek. Divat az egyszerű ruha, divat az A-vonalú ruha, divat az ekrű színű ruha, tehát mindig van divat az esküvői ruhában is. 20 000 forinttól már lehet mennyasszonyra hát kölcsönözni. Egyértelműen a kölcsönzés a népszerűbb nálunk. Nyugati országokban a vétel, de itt a kölcsönzés. Ha minden megvan, nem árt egy jó fotóst választani, aki meg tudja örökíteni azokat a pillanatokat, amelyek jó esetben örök életre szép emlékek maradnak. Nagyon jó, hogyha az öröm az a pár arcán erőteljesen visszaköszön. Rengeteg csók az, ami fűszerként is hathat ebben a dologban. És akkor ezen kívül gyakorlatilag számtalan olyan dolog, a pikantéria szenvedi, amit egy-egy pár be tud vállalni, amit be szeretne vállalni. Szombaton délelőtt legtöbben nézelődtek, ismerkedtek a standokkal, a lehetőségekkel. Mi van eddig meg a szervezés? Csak az időpontok, meg az étterem és a zenész. Más nincs. Ruhákat néztetek? Igazából most érkeztünk, még csak most lesz vissza a nézelődni való. De máshol se, de hát most van először ikébe a nézelődés, máshol se, boldogosan néztünk eddig. A legelső kiállításon körülbelül 30, és így fokozatosan fejlődött a kiállítók száma. Ami még fontosabb, hogy a látogatók is, látogatók létszáma is egyre bővült az elmúlt években. Így elmondhatjuk, hogy a elmúlt években, illetve az elmúlt évben 3000 látogató látogatta meg ezt a kiállítást. A nézelődésben elfáradt pécsieket a Fun Boys zenekar szórakoztatta, a kétnapos rendezvény vasárnap este zárta kapuit. A Pécsi Magyar-Orosz Társaság rendezésében tartották meg a pravoszláv naptár szerinti óév búcsúztatót a Magyarországon élő oroszok szombaton. A jelmezes Batyus bára Pécsre érkezett az orosz konzul is. A rendezvényen moszkvai idő szerint este 10 órakor bontottak pezsgőt, amellyel az ortodox időszámítás szerinti újévet köszöntötték. Kaposvárról és Győrből is érkeztek vendégek a Pécsi Magyar-Orosz Társaság 8. alkalommal megrendezett Régi Új Pravoszláv Év című eseményére. A szombati alkalom azért is volt különleges, mert elfogadta a meghívást Mihajev Vlagyimir, magyarországi orosz konzul is, aki másfél évvel ezelőtti beiktatása óta másodszor látogatott el a pécsi szervezethez. A Magyar Köztársaság területén több ezer orosz állampolgár él. Az orosz gyökerekkel rendelkezők száma több tízezerre tehető. A konzul feladata az, hogy velük minél jobb kapcsolatot alakítson ki. Hozzám akár jogi tanácsadásért is fordulhatnak az orosz állampolgárok, mondta el Mihajev Vlagyimir. A Julianus naptár szerint az ortodox vallásúak a Gergely naptárban jelölt január 13-án ünneplik a régi újévet. Azonban idén ez hétköznap napra esett, így a szervezők a hozzá legközelebb eső hétvégét választották arra, hogy megünnepeljék ezt az eseményt. Még ha levezetszünk az egész történelmet, először 16.-17. században jött létre ez, hogy a Nagy Péter bevezette, mert addig ugye Oroszországban még nem is volt fenyőfa. Egyáltalán nem volt, mivel hogy ez így számították, hogy ez egy német szokás, de ozata van nálunk is, és akkor hát mindenki próbál, hát egy kicsit vidámságot adni egymásnak. A hagyományoknak megfelelően az összejövetelre mindenki hozott magával régi orosz recept alapján készült ételeket, amelyeket magyar tagokból álló zsűri értékelt és jutalmazta meg a legízletesebb salátákat, süteményeket. Az is hagyomány, hogy a fenyves étteremben az úgynevezett pelmennyit főzik a társaság számára, ami egy húsos töltelékkel főzött dereje, hozzá tejfölt és olívaolajat szolgálnak fel. A meghívottak jelmezeket is magukra öltenek. Idén sem volt ez más. Az eseményt megtisztelte jelenlétével hófehérke és 6 törpe, valamint kuka, akit ezúttal egy műanyag szemetes vödör jelképezett. Rajtuk kívül is sok vendég öltött magára jelmezt, így gondoskodott a jó hangulatról. A szervező társaság tagjai között megtaláljuk a volt Szovjetunió területén élő minden népcsoportnak magyarországi képviselőit, volt orosz szakos tanárokat, akik ápolni szeretnék nyelvtudásukat, magyarokat, akik szimpatizálnak a szervezettel, magyar férfi
férfiak orosz feleségeit, de a bárra meghívást kapott a pécsi kisebbségi önkormányzatok mindegyike. A régi új évet a moszkvai idő szerint köszöntötték, helyi időszámítás szerint 10 órakor pezsgővel kocintottak, amely jelezte az új esztendő kezdetét. Ez már egy ilyen régi megszokás, hogy hát mégis ugye hát a karácsony nálunk különbözik szintén két héttel, ünnepelünk mi is ugyanúgy, mivel hogy hát itt élünk a katolikust, de utána ünnepelünk a sajátunkat, és ünnepelünk ugyanúgy a szilveszter, de a régi új évet se felejtsünk. 14. alkalommal báloztak együtt a helyi gazdasági és politikai élet képviselői a Palatinus Hotelben, a Kamarabálon. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos rendezvényének bevételét ezúttal a Kerpel Frónius Ödön Gyermekegészségügyi Központnak adták át a szervezők. Több mint 160 vendége volt szombaton a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos rendezvényének a Kamarabálnak. Az eseményen részt vett dr. Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki elmondta, hogy az ország egyik legszebb bálja a pécsi, mivel a Palatinus Hotel Bartók terméhez alig van hasonló, és nem mindegyik városban büszkélkedhet a kamara ilyen régi hagyománnyal rendelkező eseménnyel. Parrag László mindössze 5 éve dolgozik az országos kamaránál, de azóta minden Pécsibálon igyekszik megjelenni és ellátogat az ország többi nagyvárosába is. Azt gondolom, hogy Pécsen nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez a bál, ez az ország egyik legjobb bálja. Nagyon időben csinálják a kollégák, gyönyörű a környezet, és valóban itt van a helyi üzleti életnek a színevirága. Ami azt gondolom, hogy most már egyre fontosabbá válik, hiszen az emberek számára ez egy kicsit sznob dolognak, egy kicsit olyan fölöslegesnek dolognak tűnhet. De a valóságban az üzletek azok ilyen fehér asztaloknál vagy bordó asztaloknál köttetnek, ilyenkor hisz az ember a másiknak, ilyenkor lehet kézfogásra is megállapodást kötni, és ennek aztán az év során a napi üzleti haszna is megjelenik. Az első kamarai bált 14 évvel ezelőtt rendezték a Baranyai megyeszékhelyen. Már akkor nagy volt az érdeklődés a tagok felől, és rendkívül sokan elfogadták a kamara meghívását. A gazdasági és politikai élet szereplői számára ugyanis ez az alkalom lehetőséget ad arra, hogy a felmerülő problémákat megbeszéljék, és akár üzleteket is kössenek, együttműködési megállapodásokat kössenek. A legfontosabb cél azonban már 14 évvel ezelőtt is az volt, hogy egy nemes cél érdekében adakozzon a népes közönség. A tombola bevételét ugyanis évről évre a Kerpel Frónius Ödön Gyermekegészségügyi Központ javára ajánlja fel a rendezőség. Én azt hiszem, hogy az egészségügy mindig is központi kérdés volt Magyarországon. A lehetőségek mindig elmaradtak az igényekhez képest. És ha egyáltalán a szponzorálásról beszélünk, amit a vállalkozók nagyon jól tudnak, hogy minden nap nagyon sokan kopogtatnak, és tényleg olyan célok érdekében, ami önmagában is megérdemelné, de úgy gondolt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, hogy egy nemes célt válasszon ki, és tartósan és konzekvensen próbáljon segíteni azon a területen, talán nagyobb hasznot hoz vele, mintha állandóan váltogatná szponzoráció célját, eszközét és módszerét. Az egészségügy finanszírozásának megváltozása miatt a gyermekkórház tavaly a megyei kórházhoz csatlakozott, így elvesztette ugyan önállóságát, ugyanakkor egy erős támaszra tett szert. A kamarai bálok bevétele mindig nagy segítséget jelentett az intézménynek, hiszen az intenzív betegellátáshoz szükséges eszközök megvásárlására fordítják az összeget. Tavaly több mint 300 ezer forint volt a tombolák eladásából származó bevétel, amelyből az elmúlt évekhez hasonlóan egy-egy műszer megpályázásához szükséges őrrészt biztosította a kórház. Idén 50 tombolatárgy talált gazdára, a szervezők 1000-nél is több tombolaszelvénnyel készültek. Ahogyan professzor dr. Súlyok Endre, a gyermekkórház igazgató főorvosa elmondta, ebben az évben igen nagy szüksége van az intézménynek a kamarai tagok támogatására, hiszen egyre kevesebb pénz áll a költségvetésük rendelkezésére. Pénz nagyon fontos, és alapvető érték, és anélkül nem tudunk létezni. Azonban ennél sokkal többet jelent számunkra. Ennek a felajánlásnak és a lehetőségnek gesztus értéke van. Amennyiben ez egy biztatás jelent, elismerés jelent, elismeri azt a szakmai munkát, amit a megyei gyermekkórházban folytattunk. A gyerekek színvonalas, tartalmas, jó színvonal ellátásáért, és igazán
egy ilyen gesztus minden rendszerben dolgozó doktor, szakdolgozó részére egy bátorítást, egy erőt ad, hogy folytassuk, és ezt szeretném folytatni. A megnyitó és a Pécsi Művészeti Szakközépiskola növendékeinek palotás tánca után az eddigiekhez megszokott jó hangulatú mulatság vette kezdetét. Az esten Vermes Timea és Gregorovics Tamás musical részleteket adott elő, majd a tombola sorsolás előtt latin-amerikai táncsót láthatott a közönség. Hírekkel továbbra is rendszeresen jelentkezünk, a Pont ma friss kiadásával pedig holnap este ugyanebben az időben várjuk Önöket. Témáinkat megtalálják az interneten és a teletexten, észrevételeiket pedig telefonon vagy SMS-ben várjuk a már jól ismert számokra. Viszontlátásra!